könnyeivel küszködve nyilatkozott Lőrincz Viktor, miután a már szinte megnyert mérkőzésen erősen megkérdőjelezhető bírói döntéssel végül a német ellenfél vitte haza a bronzérmet. Az igencsak részrehajló bírói döntés után Sike András, Lőrincz Viktor edzője örjöngve hagyta el a csarnokot. A következő percekben most velük beszélgetünk a történtekről. Jó reggelt kívánunk! Sikerült egy kicsit lenyugodni, vagy fel lehet ezt egyáltalán dolgozni? Mert én mondjuk személy szerint örjöngtem a tévét nézve. Hát igen. Nehéz napok voltak mögöttem. Az igazság, hogy nem sokat aludtam éjjelente, ugyanis 2-3 óránként felkeltem, és ez a meccs ugrott be nekem, ez a bronzmérkőzés, hogy nem szeretjük a bíróra fogni a meccseket, de itt tényleg hát belenyúltak. Olyan egyértelmű. Szóval olyan emberek is írtak nekem, akik abszolút laikusak a birkózáshoz, és ők is látták azt, hogy ezen a meccsen igenis megkérdőjelezhető volt a bírók döntése. Nehéz volt ezt elfogadnom, hogy igenis ezen a mérkőzésen akciót csináltam, és végül is én jöttem a szőnyegen úgy, hogy nem az enyém lett a bronz meccs, úgyhogy sokáig emészteni fogjuk. Közben te érezted, hogy próbálja elvezetni? Amikor megint tettek lentről, ugyanis ez egy szabályos védekezés volt, amit végrehajtottam, ugyanis a későbbi döntőben az orosz ellenfelem ugyanígy védekezett, ahogy én, őt nem intették meg, engem pedig megintettek, de úgy gondoltam, éreztem meccs közben, hogy annyira fárad az ellenfelem, hogy meg fogom tudni csinálni vele az akciót. És ez így is történt, megcsináltam az akciót, és továbbra is aktív maradtam. És úgy gondolták a bírók, hogy a fél perc a meccs vége előtt, hogy megintenek, és ezáltal már nem volt időm behozni. Mert ez a srác egész nap folyamán így ment gyakorlatilag végig. Így van, ugye? 3 mérkőzése volt neki, hogy nem csinált akciót. Szóval tényleg pont nélkül tudott mérkőzéseket nyerni, és egyszerűen ez tényleg hihetetlen volt, hogy 2 meccs is így sikerült, hát mondom a harmadikon nem fog így sikerülni neki aztán. Mi lehet ennek az oka? Ugye óvni nem lehet. Hát ugye én a Viktor a meccs előtt föl is hívtam a figyelmedet, hogy akciót kell csinálni, mert valószínűleg a német fogja élvezni a bíróknak a támogatását. Azt tudni kell, hogy a birkozó szövetségnek, a bíróbizottságának a vezetője egy német férfi, és hát én nem tudom, hogy hogyan működnek ott ezek a túloldalon, de hát nyilván, hogy úgy állítja össze a bíróküldést, vagy esetleg odaszól annak, aki a mérkőzést fogja vezetni, hogy akkor most tudjad, hogy mi a dolgod. Lényeg az, hogy a Viktor megcsinálta a pontot. Előre el volt döntve ezek szerint, hogy a németnek kell a bronzot megnyernie? Akármi is történik, akkor ugye a Viktort nem hozhatják ki belőle győztesen? Sajnos az ilyen mérkőzéseken, már pedig egy olimpiai éremért általában azért szoros mérkőzések szoktak kialakulni, ilyen mérkőzéseken sajnos bele tudnak nyúlni, sőt, bele is nyúltak. De hogy lehet így készülni egy meccsre, hogy azt kell mondani a Viktornak, hogy figyelj, itt most valószínűleg az ellenfelt fogja segíteni a bíró. Nem tudom mit csinálni, így kellett készülni, sőt, tovább megyek, már úgy állunk hozzá a versenyhez, ugye mindenki, hogy hát azért jó lenne egy könnyebb vágon, egy jó sorsolás. Hát nekünk ez nem létezik. Évek óta érdekes módon mindig azoknak az országoknak van jó sorsolása, akinek például az országának a egyik képviselőjében van a szövetség. Kellene egy magyar, nem? Oda a szövetségben. Igen. Hát ugye sajnos a Hegedűs Csabát 3 évvel ezelőtt kitették a Nemzetközi Szövetségből, és most nincs ott képviseletünk. Ez valami egészen elképesztő lehet, hogy ott vagy mentálisan, fizikálisan, tökéletes állapotban felkészülve, és gyakorlatilag elcsalnak egy mérkőzésedet. 26 évesen benned van még egy olimpia, de nyilvánvaló, vagy kettő is akár, de nyilvánvalóan ez egy óriási csalódás lehet. Így van, ez egy olyan lehetőség volt számomra, ami tényleg nem mindig adatik meg egy sportolónak, és ez benne a bosszantó számomra is, hogy egy olyan napot fogtam ki, hogy tényleg fizikálisan, mentálisan a toppon voltam, hogy ezt szerettem volna, hogy tudásom legjavát adjam ki magamból azon a napon, és ez így is sikerült, hogy az első mérkőzés után azt éreztem, hogy igenis döntőig fogok menetelni, és akár az lett a vége, hogy meg fogom nyerni a versenyt. Sajnos az elődöntőben megállított egy orosz rác, de aztán megbeszéltük a Bandival és a vezetők, hogy kell nekünk ez a bronz mindenféleképpen, hogy tényleg megérdemeljük mindannyian, ez a magyar birkozás, Magyarország megérdemli ezt az érmet, és teljesen át tudtam magam. Hát meg te is megérdemelted. Így van, így van, hogy én is teljesen olyan állapotba tudtam kerülni, hogy igenis meg fogom szerezni ezt az érmet. Aztán a vége az lett, hogy egy nagyon-nagyon bosszús meccs után le kellett jönnöm, és amikor megkérdezték, hogy mit érzek most, annyit tudtam csak mondani, hogy hát nem viszek haza semmit. Ez a tehetetlenségérzés, ez lehet elképesztő nyomasztó, és elhiszem, hogy ez ébresztett föl téged 2 óránként éjszaka, hogy nem, nincs jogorvoslat. Tehetetlendül, hogy így van, nem tudom mit csinálni, nincs óvás ebbe, és egyszerűen az ember nem tud mit csinálni, csak pörgeti maga, mit rontottam el, vagy hogy kellett, ha másképp csinálni, de tényleg ez egy olyan kiki mérkőzés volt, hogyha épp belenyúl a bíró, akkor annyival el tud menni egy ilyen mérkőzés.
Rengeteget lehet arról olvasni, hogy a birkózás gyakorlatilag csak azt tartja már bent az olimpiai versenyszámok között, hogy ősi sportágról van szó. Egyrészt foglalkoznak azzal, hogy nem túl látványos a birkózás, másrészt pedig ezek a tendenciózus bírói csalások. Ezzel kapcsolatban mi a véleményetek? Sajnos a birkózás tényleg két jó képességű versenyző, hogyha egymással küzd, az általában nem látványos. Hát ha egy gyengébb megy egy jobbal, abból ugye az szokott kijönni, igen, hogy a jobb az eldobálja a gyengébbet, és az látványos. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy most a lebonyolítási rendszer olyan jó irányba ment el, hogy egy két-két és fél óra lement a versenyből, és tényleg voltak az akciók, nem azt mondom, hogy minden meccs úgy végződött, hogy nem voltak akciók. Itt a Viktornak az esete, aki minden meccsén tudott akciópontokat csinálni. Igazából itt a bírói szemlélettel van a gond. Már mi se értjük, hogy kit miért intenek meg, mert nekünk is utólag mondják meg, hogy mit szabad, mit nem. De például a Viktornak az a bizonyos visszatámasztás a bronz meccsen, ugye az a szabály, hogy könyök fölött vissza lehet támasztani. Most nagyon jól látszott, hogy a Viktor vállához támasztotta. Erre másnap jött oda egy bíró, hogy hát igen, de már könyök fölött itt se lehet itt a bicepsnél visszatámasztani. Sőt, van egy szőnyeg zsűri elnök, aki beleszólhat az egészben. És akkor már utólag mi se tudjuk, hogy mit lehet, mit nem, miért intenek meg bennünket, csak kapkodjuk a fejünket, és tényleg ez a tehetetlen dű, ami egyébként nekem is a legrosszabb, mindig ott az edzői székben, hogy üvöltöztem én is, már magam is sokszor szégyellem magam, hogy kiabálok ott, mert miket mondok, de egyszerűen ez a tehetetlen dű nem tudja magát az ember visszafogni. Mi a szép ebben a sportban? Kérdezem ezt, ez egy borzasztó álnaív kérdés, hiszen az egyik legősibb sportágról van szó. Azért nagyon sok mindent kaptam ettől a sportágtól, szóval azért itt volt 2013-ban a Budapesten egy világbajnokság, ahol a hazai közönség előtt egy bronzérmet tudtam szerezni, szóval az egy olyan élmény volt számomra, hogy az egy felejthetetlen dolog volt az életemben, és ezt szerettem volna itt most tovább fokozni ezen az olimpián, ami sajnos nem sikerült, de 2018-ban megint Pesten lesz a világbajnokság, úgyhogy hát szeretném azt a bronzérmet mondjuk aranyéremre cserélni, úgyhogy ez lesz a cél. És most testvéreddel Tamással felszívjátok magatokat nagyon a következő olimpiára, mondjuk ki? Így van, nagyon szeretném, hogy belevágjon ő is újabb 4 évbe, és Tokióban is ott vagyunk mind a ketten, ugyanis ez egy tényleg nagy dolog volt azért, hogy testvérpárként ott tudtunk lenni, és úgy gondolom, hogy mind a kettőnkben benne volt az érem. Sajnos azt beszéltük, egy kicsit rányomta a bélyegét, az, hogy velem így elbántak azon a napon, ő másnap birkózott, és nem szerettem volna vele találkozni aznap este, hogy ne lássa rajtam ezt a rettentő dühöt, de szerintem azért ez mégis beleszólt az ő versenyzésébe. Egyébként még az aranyat is el tudta volna hozni? Hát én úgy gondolom, hogy volt rá esélye, csak tényleg valóban, amikor visszamentünk a Viktor napja után a faluba, oda jött a Tamás és megkérdezte, hogy ezek után akkor én most hogy álljak oda holnap. Tehát az igazság, hogy ez a megpecsételte az ő sorsát, és valamilyen szinten ez az egész, és próbáltuk benne tartani a lelket, hogy igenis dacból is mutasd meg az öcséd miatt is, hogy igenis meg tudod nyerni ezt az olimpiát, de ő se tudta magát túltenni. Akkor már lemondott róla? Tehát lélekben ön akkor már lemondott róla? Nem, és a másik, hogy ő is tudta, hogy eleve nehezebb ágra tették, ő is arra számíthat, amire a Viktor ugye számított a bronzmeccs előtt, amiről az előbb beszéltünk, úgyhogy nagyon nehéz így ezeket kompenzálni. Most nagy a felháborodás nem csak a birkózásban, hanem más pontozásos sportágban is az olimpia után. Látok esélyt arra, hogy lesz valami változás Tokióra? Lehet-e? Van-e erről valami diskurzus? Én ugye évek óta, többek között a Hegedűs Csaba is mindig hangoztatta, hogy a Nemzetközi Szövetségbe el akarja azt érni, hogy a kötött fogás az azért kötött fogás, mert föl kéne egyenesedni, a fejet nem betámasztani a másiknak a melléhez, és akkor talán több akció is lenne. De amíg ilyen stílusú versenyzőket hagynak nyerni, akik csak lögdösödnek és a fejükkel támasztanak, egyszerűen nagyon-nagyon sötét jövő előtt áll ez a kötött fogású szakág, hogyha ezt az akciódús birkózást nem fogják előtérbe helyezni, és a bírók nem ezt fogják támogatni. Mi mindenféleképpen nagyon drukkolunk neked a jövőben is, és hát tragédia, hogy ez történt, de hát és tudom, hogy semmi nem vigasztalja az embert, hogy lélekben azért ő lehetett volna a bronz, meg az arany, meg az akármi, de hát így van, köszönöm, mi büszkék szépen vagyunk. Annyi, hogy tényleg, tegnap hazaértem Ceglédre a szülővárosomba, és
olyan fogadtatásban volt részünk, hogy tényleg az emberek úgy fogadtak minket, és hát a végén kaptam egy bronzérmet a várostól, úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak voltak, hogy belegravírozták, hogy igenis nekik én vagyok a bronzérmes, úgyhogy ha tényleg valami, akkor ez vigasztal. Az vagy, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.